Ezek a spanyol ételkülönlegességek is kóstolhatóak lesznek azoknak, akik szeretik a nem mindennapi ízeket. A street food fesztiválokat ezidáig Magyarországon csak a megyeszékhelyeken rendezték meg. Kalocsa az első olyan kisebb település, ahol a kocsikból kínált ételekből kóstolhatnak a látogatók. Ilyen rendezvény ezidáig nem volt az érseki városban és a környékén sem. Azért szerveztünk Kalocsán food truck show-t, ez az első food truck show, mert azt gondoljuk, hogy Kalocsában sokkal nagyobb a kulturális potenciál, mint hogy azt a korábbi években megszokhatták és tapasztalhatták. Kalocsának azt gondolom, hogy nagyon jó alapja van ahhoz, több hungarikumra épül egyébként a város kulturális bázisa, és azt gondolom, hogy jó alapja van ahhoz, hogy tényleg azt mondhassuk, hogy az ország legismertebb, legjobb gasztronómiai fesztiváljait többek között itt Kalocsán szervezhessük meg. Az ízek élvezete mellett természetesen kísérő programokról is gondoskodott a szervező Kalocsai Innovációs Nonprofit Kft. Így a résztvevők a három nap során óriás kivetítőn kísérhetik figyelemmel a labdarúgó EB aktuális mérkőzéseit, a szervezők pedig a legkisebbek számára is biztosítanak majd programokat a következő napokban. Ez a mi részünkre egy nagy bizalom is, hogy úgy döntött a Magyar Street Food Egyesület, hogy kvázi méltóak vagyunk arra, hogy egy kvázi kisebb településen is megpróbáljuk, és hírül vigyük ezeknek az ételkülönlegességeknek a jó hírét, és elsősorban jó ízét. Az esemény a város nyári programsorozatának nyitó rendezvénye, melynek végén nagyszabású gasztrokulturális fesztiválra kerülhet sor, melyet szeptember 2. hétvégén bonyolítanak majd Kalocsán.